Hát ő az, aki összetudja úgy rendelni a társaságot, miért elúsznánk az ő, mivel sokan is van. De ő is csak egy ilyen informális vezető, mert hogy kerülitek a szervezeti bemerevedést? Igen, sőt mondjuk ez néha hátrányt is jelentett, amikor esetleg valami anyagi forrásra van szükség, mondjuk egy szórólaphoz, vagy ilyesmi, de igazából mindig mindent meg lehetett oldani, úgyhogy támogatásban, mert mindenki hozzátett, amit tudott. Tehát nem anyagi kérdés igazából, egy kiállítás szervezés, vagy egy esemény szervezés. Ilyen téren. Jó, köszönöm szépen. És amelyiken a híd van, ilyen. Az ármó. Azt és tűhegyű filccel, vagy ilyen kék tűhegyűvel, vagy ilyen vékonyabb filccel kellett rajzolni. És téged hogy hívnak? Takács Eszter. Takács, és ti negyedikesek vagytok? Ötödikes. Ja, most már ötödikesek. Igen, tavasszal készült könyvvel. A tavasszal készült. Téged hogy hívnak? Zsolt vagyok. Igen. Jelcsi beírta a bugrét, és még lesz valami. Ezt még Norbi Kocsosak is DNC-ével beszéltünk róla. Mi lesz még, Norbi? Én nem tudom. Mi lesz még? Nagyon jó. Majd megmondjátok, hogy milyen színt szeretnétek. Tehát most tulajdonképpen akkor a projekt előtt. Jó. De mindenki ilyen vesz föl majd a kiállítás. Hát, hogyha addig, de én megnyitóra biztos. Zöld, aha, zöld fehéret? Igen. Aha, zöld. És majd mindenki nyilván a magáit, meg megmondjátok, hogy milyen színe. Nori bácsi, meglepetten nézd, ezt már jutva néni, mert mi kitaláltuk.